Na, sziasztok! Lettem healed. Mivel a klinik csávónak a questjével egyáltalán nem haladtam, azért nagyjából bemértem, hogy hol kéne lennie itt az Altus Highway Junctionnél, de az a helyzet, hogy tüsszentek mindjárt rohadt nagyot. Szóval, Altus Highway Junction, itt állt volna a klerik csávó, de onnantól kezdve, hogy te megnyitod Crumbling Farum Azulát, már új NPC questekkel nem tudsz haladni, sőt, technikailag már onnantól kezdve akkor mindegyiknek annyi, ezért felszedtem a Bellbearingét, ami tartalmazta a healt. Szóval majd a Royal Revenantok ellen Helic Treebe kurva jó lesz, de előbb most azulázok egy kicsikét. Mi ennek az oka? Kellenek azok a rohadt Bellbearingek, hogy most már az összes fegyveremet 24-esig föl tudjam húzni. Az, hogy mit húzok ki 25-ösre, az már megint egy másik kérdés. Most ilyen jelentéktelen kérdésekkel nem is akarok foglalkozni. Inkább be is pakolom vissza a tűsebzést, ugyanis itt a sárkánykát, ami majd meg fog jelenni, azt szanaszéjjel fogom nihilezni, meg elpakolom a fölösleges szarjaimat is. Ezek a farumazula sárkányok itt eléggé föl vannak szúrva. Ezzel ráadásul jó keskeny helyen fogok küzdeni. Ezért remélek a segge alá is szét nihilezem a gyászba. Ez a terv. Nem a... Igazán? Ja, hogy ennyire beérsz a hátad mögé, hát akkor... Akkor semmi probléma. Ó, bazd meg! Ezzel megnyertem volna az ütközetet, csak elfogyott a... FP-m. Az ott telibe durrantotta a falat. Ez most minden volt, csak változatos, nem? De önös érdekből tettem a nagyobb jó ér. Az nem akartam itt húzni az időt. Van ellenféle, akit már megpicsáztam többször. Hogy flexeljek. Semmi szükségük nincs rá. Semmi. Hajime! Most bezzeg azonnal kidobod, amikor nincsen rá szükségem. Strength Arcane build-be, ha szintén a dupla szepukus Cursed Sword kombó érdekel, akkor ez a görbekard lesz a legjobb barátod. Amúgy strength scaling-es a srác. Van egy rész egyébként, amit itt ki fogok hagyni, de a Wormface-ekhez nem fogok lentre menni. Leszarom, hogy mi van ott, meg mi nincs ott. Ez most egy mód és lehetőség van rá, akkor... Igazán? De beindult el, kisfiam. Csak nem sok volt a cukor a reggeli kakaódban.
Az igen, micsoda roll catch. Hacsá. Te meg ott ne sunyuljál a sarokba, te kapsz. A szóval. Szerintem teljesen jól érvelt egyébként. Azzal a lift alatt nem megyünk le. Fölösleges, nem kell. Az a vörnfészes rész, az számomra nem kecsegtet semmiféle értelmes dologgal. Szóval, ja. Ufos. Ó, várjunk csak, van egy jobb ötletem. Itt nagyon sok lesz a csonti. Elképesztően sok. Elég erősek az ugrós támadások. De öltelebb felek után kapjunk csak vissza. FP-t. Mert az jó. De ami még jobb. Az egy olyan kő, amiből már kurva sok van. Nincs annyira messze az a Gatskin duo. Egyáltalán nincs. Hú! Na az itteni. Ez kemény. Pont tűzzel támadom. Jó, sok eszem van, geci. Igen, ide a hóli az egy kicsikét jobb szolgálatot tett volna. Talán, hogy ott van egy másik ebből a nagy darab állatból. De igazából azt nem kell leszedni, mert... Aha, ez mindjárt Gatskin duó lesz konkrétan. Még pár ilyen... Belize Knight-tal kell vigyázni egyébként. Amúgy is ki akartam próbálni most valami mást. Előbb reverse-t, aztán majd helikoptert is. Utolsó roltot magamtól, megint nem én akartam. De már le se veszem. Jaj. Ja, hogy ezzel lett ennyire világos, oké. Még van itt ezekből kettő vagy három. Ajaj. Meggyőző volt. És hogyha még erre tovább jövök. Egyébként a
Gackinek közül a nyurgát is lehet ám perrizni, annak viszont kettő kell. Megnyitom a grészt, aztán jöhet a boss. Az a kérdés, hogy mivel picsázzam meg őket. Így. Na. Berakadtam volna a boss fight előtt amúgy. Mást is. Mondom, mást is. Mi is történt pontosan, ha szabad kérdeznem? Mindegy. Ah. De most máskor bazd meg ez úgy rongyol rám, mint egy rossz csövet, de komolyan. Most miért vannak ezek ennyire összenőve? Na azért. Hát az így kurva jó lesz bazd meg, hogy ez a nyomorult buzi itt fog loholni majd a seggembe. Ez de kurva jó lesz. Ja, hogy most már az oszlopon is átjössz. Jó, ezt tudjátok, hogy ezt kezdem előről, ez úgy szarabb, hogy van. Átgurul az oszlopon. Jó. Tehát amikor már azok se védenek meg, az már komoly. Végül is eddig 10-ből 10-szer megakadt benne. Valamit ezekkel biztos, hogy csináltak, ugyanis ezek sose voltak ennyire összenőve. Rahadtul, de nem. Az egyik általában a dagat, tök ironikusan, előre rohant, most pedig... Nem, akkor csak az van, hogy Perryvel ezt a dagat disznót, ezt kibaszom innen a kurva anyjába. Ott van, takarodjál innen a picsába. Azt jön a másik fasz. De ott az előbb mi a faszomért nem dodzsoltam amúgy? Nem. Ez nem volt vicces. Na. Azaz! Ó, na, ezt nem tudtam, hogy a végén ott még meg tudom csinálni. Biztos, hogy ezekhez hozzányúltak. Jött az 1.07 után valami kisebb patch, 1.7.0.1 vagy valami. Ami után... sokan elkezdtek például panaszkodni arra, hogy a Beast Clergyman-nek a questje
végigvihetetlen, ugyanis amikor adod neki a harmadik, negyedik Death Root-ot, akkor ugye megtámad, és elvileg nem nyugszik le például. Más szavakkal elbuksz faszom tudja hány spellt meg egy fegyvert. Nem lennék meglepve egyébként a szoros japán spagetti kódot figyelembe véve, bazd meg, hogy módosítják az égboltnak a háttérszínét, bazd meg, azt eltör 6 boss fightot. Ezek sose voltak ennyire összenőve max a játék korábbi verzióiban, de azt meg ugye patchelték. Kifejezetten jött egy patch, ami a dupla bossokhoz hozzányújt egy kicsikét, hogy ne legyenek ennyire összenőve. Most pedig, baszki, szét se lehetett őket szedni. Nagyon egyszerre mozgott mind a kettő, hát én ezt már pedig így akkor így fogom megcsinálni a továbbiakban mindig. Leszarom. Mindig előre rohant a dagat, az a másik csicska, az pedig úgy hátulról osztotta a Black Flame-es supportot. Most pedig így totyogott felém mind a kettő egyszerre, hát oké. Komoly. Azok nem működtek így faszom tudja már mióta. Az ostorban még ez is egy pozitívum, hogy legalább... Jó a range. Két ilyen gyökszi ki akar dodzsolni, akkor... le fogod tudni követni. Hát ez most kurvára meglepett ez az egész fight. Egyáltalán most... Aha, Spinning Stone-osat kaptam. Éppenséggel most... Hát nem, még jövök egy kicsikét tovább. Aztán így, hogy most már... Meg van ennyi fölösleges rúnám is. Be tudok vásárolni a nagyobb kövekből. Jaj! Oh! Na. Dönts el mindenki, hogy itt kihúzta a rövidebbet. Tegy valamit, még mindenféleképpen megnyitok azt a liftes baszást, ahogyan a Alexanderhez el lehet jutni. És akkor legalább a shard is meg lesz. De ez a fight, ez így kibaszott érdekes volt. Meg amikor átgurult ott az oszlopon, azért az se volt semmi. Ó, jajajaj. Strength Arcane-es buildbe ez a kard se rossz. Na jaj, ilyen hetesek kellenének még. Falon áthaladó EU-inak a szépségei. Menedzselhető ez a fight, de azért, hogyha össze van ragadva a két boss, az már azért kicsikét másik történet. Ilyen téren például akkor a dupla Crucible Knight is egy cancer. Fú, de szar volt az is régen. Mikor le se szakadtak egymás seggéről. Fú, de kibaszott ótóár volt. Még ért az a nagyon-nagyon idézőjeles megtiszteltetés, hogy még a korai verzióiban is játszhattam ezzel a csodás játékkal. Fú, de jók voltak akkor a fájtok. Tudom, Spiritet kell idézni. Nem tudom ezt most mire vélni. Tapasztaltatok már ilyet a játék újabb verzióibe, hogy valamelyik dupla boss itt totálisan felrúgja
azt, hogy hogyan kéne mukodni. Oh, na ez baj. A Crucible Knight-os rész, ez már azt jelzi tovább, hogy túljöttem, de itt valahol... Valahol itt van egy lift, amit újabban sose találok meg. Azt még meg akarom keresni mindenféleképpen. Aha, szerintem itt felejtettem el. Ott, persze. Jaja. Aha, szerintem az lesz az ott. Ah, nem, ez lesz az itt. Odáig nem ér el. Se baj. Na, zsír. Ez szerintem mehet is a reverse-be. Ötlesztelem minden csontival. Azzal mondjuk nincsen probléma. Adom a bell bearingeket, aztán hetesből bevásárolok egy kicsikét. Most már abszolút megteltem. Ez az. Meg, hogyha esetleg valaki elfelejtené, van itt még egy adag rúnácskám, ami csak és kizárólag a ellövést, az ellövésre vár. Na, tehát, ja, ez kapja a 9-est, 10-es most egyelőre még nem nyomom bele. Ebbe szerintem igen, ezt kimaxoljuk. Akkor 20-as. Ez is, ez is. Ja. És akkor innentől kezdve kellenek a 8-asok. Igen. És akkor abból van még egy 80 darab. Hát jó. 2, 3, 4. Még kéne venni egy adagot. Jó, ennyinek most már elégnek kell lenni. Jó, Game Plus-on lehet egy dupla Reduviának mégis adok esélyt. Kipróbálom majd még egyszer azt a dupla tört. 22, 23, 24, és akkor 22, 23, 24. Egyelőre a 9 fegyvert ki tudnék rángatni maxosra. Nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Egyelőre most jó leszek így, úgy érzem. És akkor 9-es kell. 10-es. Ide is 9-es. Hát jó. Még ezt a Shard of Alexander-t megszerzem. Aztán utána jöhet egy kicsikét a Helictree. Na igen. De lassan tért magához szerencsére. Ezek a vaskos gyerekek, ezek nem viccesek.
Ezt egy kicsikét túl gondoltam. Semmi gond, hogyha olyan fegyverrel megyek, amivel nem lehet kritezni, amikor fújja ezt a tüzet, akkor mögé még azt meg tudom csapkodni, jó. Hajime! Rossz azért ez az ostorka? Nem szabad ezt alá becsülni. Na. Oh! Ez ott majdnem újra animálódott. Ajaj. Hogy akármivel próbálkozok, be kell látnom, hogy most jelenleg mindenre a nihil a legjobb megoldás. Mindenre! Meg persze az ostorok. Az itteni sárkányra is a nihil lesz a megoldás. Bár igazából nem is értem, mi a faszomnak foglalkozok vele. Nincs útban. Nem is adnak most már követ, csak ugye ez az első adott. Ja. Én sem dragonokat is szerintem most már hagyom a gyászba. Max annyi, hogy itt még... Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy az ott hogy volt hit, meg hogy nem volt hit, meg stb. Na ilyet se csináltam még, hogy totálisan megkerülöm. Ja, eleget küzdöttem már Ancient Dragonokkal is. Ezt aláírom, hogy Crumbling faszom azula az egyik legjobb. Dungeon a játékba, tényleg. Leindel meg ez. Legalábbis ez sokkal jobb, mint amilyennek sokan beállítják. Egyáltalán nem olyan vészes ez. Jó, persze egy útvesztő, de igazából szinte minden másodikról el lehet mondani amúgy. Hogy, jaj. Na, Sándor. City hanging in the air is slowly crumbling. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there. Of course, I count myself the great. Which means, would you kindly undertake? Come and tell me when you're ready. I've been longing. Nio. You are ready then? Then let us begin. I am the great Jar Warrior, Iron Fist Alexander. Lend me strength. Hagyhattam volna, hogy végig mondja. As I suspected, victory was impossible. This vessel was found lacking. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to
one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Ez igaz. Nagyon szomorú komolyan. Most már a sofórokra van 15% damage boost. Ja. Még itt felszedek egy-két tárgyat. Lesz itt is egy-két ilyen jó megtermett csonti. De aztán most akkor megyek át a Helic Tree-be és takarítgatok ott is egy kicsikét. Na, azt hiszem még itt vannak kövek. Most ha már ingyen adja a játék, akkor megdobjam el. Azt meg, hogy nem leszaladtam a semmibe. Itt viszont nem emlékszem, hogy honnan jönnek ezek a buflák, retkek. Elég sunyi. Hát ez ellen így ez a legjobb counter, mert normál esetben backstabelném amúgy. Jó, masszív amúgy. Ezért mondjuk megérte. Aha, ott a másik. Jaj. Hacsa! Mondom, nagyon könnyűnek tűnhet ez a Raptor of the Mist, de azért mondom, nem csak annyiból áll lesz, hogy kész, innentől kezdve semmi nem fog eltalálni. Mondjuk ez ellen majd kipróbálhatom, Godfrey ellen. Van az a rengeteg sok EU is támadása, amire ugye az alapértelmezett reakció, hogy ugye ki kell futni. De lehet ám azokat dodzsolni, és akkor is, amikor így fölkarcolja az egész rohadt pályát, én most a Phase 1-ről beszélek egyébként, vagy Raptorral is át lehet ugrani. Amikor ugye beleüti az exet a földbe, amikor egy taposással kirántja, és amikor robban a padló, 3-ból 3-szor. Nem vagyok benne biztos, hogy minden fegyvernek az ugrós támadásával belefér, de azért ennek elég gyors az animációja, majd fogom próbálgatni. Mondjuk ott akkor már addig a Crucible Knight-ig elmehettem volna, de mindegy, most ebből a helyből elég ennyi. Nézzük a szemétdombot. Prayer Room. Ah, sok minden nincsen egyébként, most úgy itt se. Bár megúsztam volna, hogy rám robbanjon. Mindegy, végül is visszakaptam a HP-t. Szóval boltatni mindegy. Hogyan? Ide bezzeg, nem jössz utána, mi? Hogy felugrott már?
Várjál, már hova estem le? Ugye fogyott fasz módon. Seedbed kö... Hogy mi? Na várjunk már egy pillanatra. Ó, bazd meg! Sejtem. Kurvára sejtem, hogy hol vagyok. Terveztem itt Crystal ilyenekkel ökörködni, de ha már itt vagyok, akkor... Akkor próbáljuk már ki ezt a Strike-ot, gecó. Mert ezeknek jó sok HP-juk van. Ó, 9-es kő. 9-es kő. 9-es kő. Nem kell ezt az egész procedúrát így végigjárni. Ja, sikeresen lejöttem, bazd meg. Nem baj. Hogy itt valahogy középen sikerült leesni. Jó, nem baj. Gaci! Jó reggelt, ezt amúgy patchelni kéne, hogy ne essek ki a kibaszott pályáról. Hát legalábbis nem ártana. Na jó, akkor először most itt takarítok, nem így terveztem. Nem így terveztem, de így lesz most már. Keresztül dugtam a száján az egész spírt. Ez kurva viccesen nézett ki. Wow. Visszapattintom azt, hogy a felkleülés az adjon vissza FP-t. Mert itt még most lesz. Azt nekem itt még szép dolgok. Há jó. Megijesztett az a Clean Rot Knight-ot. Ez ahogy ilyen lazán felugrott.
ez milyen, milyen tökéletes sem van leanimálva, hogy átdugom a pofáján a Spear-t. Az 10 per 11-es. Na és akkor... Most persze itt senki nem jött rám, de korábban itt magam után csődítettem az egész gárdát egyébként. Rejtély, hogy hogyan, de sikerült. Mindig bekapcsolt a turbó detektorját, vagy nem tudom, de... De nem számít. De ez a két vertik is. Tudj. Amikor két clean rot utánad mászik, amikor nem vagy rá felkészülve, az nem éppen a legkellemesebb élmény. Nem mondanám, hogy bárkinek bátran ajánlom, hogy próbálja ki. Kiagyhatatlan. Meg ilyesmi. Meg ha már itt vagyok, akkor... Ah! Ja jó! Kipróbálok majd mindjárt valami vakmerő fasságot. Ez eszembe jutott valami, ami szerintem tetszeni fog mindenkinek. Ugye itt ezzel az aktárral az a problémás így a küzdelembe, hogy ott ilyen Helictree Knight-ok bújnak meg így orvul. Azonban most kitaláltam valamit. Egyébként. Azt... Történik, hogy maximális damage boost. És küldjük. Végül is bejött, bármennyire tereszem. Aha, Lord's Rune-t ad. Jó, hogy ezek még mellékállásban sorcererek is. Az komoly. Na igen, azt mondom, hogy két ilyen bufflák Helictree Knight így még... Bejön a Mia neve után, az avatár után, az úgy már nem vicces. Na, itt meg Arterial Leaf-ért kockáztatom az életemet. Ez se vicces. Ez még kevésbé egyébként. Se baj. Vissza a Prayer Room-hoz, mert még nem szedtem föl mindent, amit akartam. Mindenféleképpen van itt még valami, ami elmaradt. Meg van egy másik avatár. Aha. Tökéletes, lehető legjobb helyen. Jó. A hapon most megy visszafele. Az nagyon jó. Az király. Consecutive damage buff, kutya fasza minden.
Essél már ki a pályáról, fasz. És ja, konkrétan megvan, viszont arra nem emlékeztem, hogy ott lent is van egy olyan Mi a fasz? Ami hirtelen akartam mondani. Seedbed Curse. Én amit megtaláltam korábban, azt máshol találtam meg, szóval itt még gyorsan körbenézek egyszer, ugyanis még azt hiszem hagytam el egy Somber Ancient Dragon Smithing Stone-t. Szóval itt még egy gyors tiszteletkört teszek. Igen! Ez a buzerványos Clean Rot Knight volt itt. Aki most egyébként itt sincs. Várjál, mi a fasz? Ah, jó, oké. Ne strapáld magad. Nem, ez nem az lesz. Ez egy spirites lesz. Ja. És itt kell följönni, azt hiszem. Jaja. Ja tényleg, hát mondtam is, hogy a Helic Tree-ben egyébként kettő, azaz kettő Seedbed Curse-on. Hogyha esetleg a Blackguard-nak a questjét elbaszod, akkor is meg tud találni mind az ötöt. És még ez itt. Királyság. Na most már az a helyzet, hogy most már éltek itt tovább. A Z következik most. Az Assassin's Gambitet most visszarakom a Bloodhound Step-re. És... ja, ennyi. Most már akkor megszerzem azt a Millicentes talizmánt. Most pont a rosszabbik endinget terveztem megcsinálni. Ezáltal sajnos el fogok esni egy Somber Ancient Dragon Smithing Stone-tól. Na most nem baj, van elég így is. Mármint, hogy nyilván jó lenne az a plusz egy, meg minden, de... most nekem pont a másik Millicentes talizmán kell. Nem a Rotten Wing Sword Insignia, hanem a Proteasis. Haj, de undormányos ez a rész itt. És... ez. Itt az a helyzet, hogy ne törődjetek semmivel. Ezekkel a kis dzsuvás gedvadékokkal itt pláne ne. Itt pedig a biztonság kedvéért ugorjatok. Mert itt azt már említettem korábban, és a faágak bírnak ugyanazzal a csodás tulajdonsággal, mint a 11 évvel korábbi Dark Souls 1-ben a Great Hollow, hogy így letolnak a semmibe, meg kurvára nem egyenletesek, szóval... szóval ja, és mielőtt oda tovább megyünk, előbb én a Grace itt bebikázom. Az itteni Tree Spiritet meg az a helyzet, hogy sajnos nem szabad túl gondolni, a rodba kell vele küzdeni, mert ott persze olyan a rod, hogy tudsz mozogni normálisan. Próbáltam, hogy kicsalom a szigetre, vagy ilyesmi, szarul jövök ki konkrétan.
Én leszek magaslati pozícióban, ő meg átüt a padlón, meg ilyesmi. Ugyetek a szokásos szar. Szóval, ja, ott szedni fogja a rot is a HP-mat, de így fogom tudni a legegyszerűbben kinyírni. És itt most az a lényeg, hogy minél egyszerűbben nyírjam ki. Nem fog egy ilyen posványos helyen szarakodni vele. Ezeket a Tree Spiriteket sok szép helyre oda tudják ám rakni, de ez mind közül bazd meg a legalja az egésznek, úgy gondolom. Ennyi, kotródjál innen. Te tróger. És most, ha minden igaz, egyébként nem is kell újra tölteni a helyet, mert semmi. Oké, ezt sem szedem föl legközelebb, hanem most már... lehet segíteni Millicentnek, vagy beinvédelni. Most a beinvédelést választom. Aztán ezt egyébként a Gauria rotos csávó is kéri tőlünk egyébként. Mondjuk nem azért csinálom meg, mert ő azt kéri, hanem mert kell a talizmán. Így igaz. Aha, most így lesz belőle virág. És így akkor most már ezt ide be is tudom pattintani. Emellé pedig negyediknek Rotten Wing Sword Insignia. És kész is van a build lényegében. Még annyi kell, hogy ki plusz 25 ezem a két Scavenger Curse Swordot, és egyébként... Jól látom, hogy egyébként csak 86-os Bloodloss build-upot tudnak. Ha, nem lepne meg, hogyha ezen is csökkentettek volna egy kicsikét. Én magasabbra emlékszem, de mindegy. És ha minden igaz, akkor te ennek most örülsz. Nem. Te addigra meghalsz. Oké. Okay. Fox Canvas Talisman. Greatly raises potency of incantations. Ez azt jelenti, hogy a Greatly, hogy ez 8%-kal boostolja az incantationokat, ez meg 4%-kal. Nagyjából ennyi. Ja. És akkor még igazából Maléniáig itt megnyithatom a dolgokat, de most még nem küzdök meg azzal a nyomorékkal. Előbb még az ulába is a maradék részt azt lenyomom. És akkor szerintem a boss parádék beleértve, hogy Malénia, Placidus Ex Maliket, illetve a mi a fasz? Leindel Lesson Capital, az meg akkor a következő és egyben valószínűleg utolsó része. És az összes csodás boss, bazd meg, meghagyom egy részre. Jó, mondjuk egyébként Placi meg Maliket, azok tényleg jók. Az tény. Megmondom, még szódával Godfrey is elmegy. Malénia ellen ki akarom majd próbálni ezt a villácskát.
ez itt egy újabb legendás talizmán. Miről a védelmi értékeim azok nem éppen a legmagasabbak, ezért egyébként be lehet tenni így negyediknek, ha mondjuk, mit tudom én, olyan fegyvert használsz, ami nem tudom, mondjuk nem használ, tehát hogy nem esofort nyomat, bazd meg. Miért gondoltam azt, hogy itt lesz időm egy izére? Hát igen, na ez gáz, utálom itt ezt a részt. Kimondottan itt ezt a leugrást, hogy mindig baszki, mindig az van, hogy csak el akarok jutni a Grace-hez, vagy bármi, és nem, instant lőnek, közelre is. Na, most már legalább csak egy ilyen fasz csinál. De várjál, mert az... Ha... Lent haltam meg. Akkor mit keres fent a... üzém? A rúnáim. Jó, oké. Ezt se kell felszedni legközelebb, király. Csak így legyen, se le kell szaladni, aztán boss. Jó, oké. Na. A Crucible Knight-nak kell majd egy... Barry. Aha, ez kell. Crucible Knight-o. Hiya. Hiya. Az ennyi volt. Vagy ha nem, akkor... Na, most már ennyi volt. Keci. Elfelejtettem ugrani. Egyébként miért is kockáztattam itt az életemet? Mi volt az az item, amiért ott én mindenáron át akarok ugrani, és hol a faszomba van a... Tehát a játék szerint itt haltam meg. Az elég mély. Na, az kellett volna az előbb is. Hát igen. Oké, hogy most már tudok venni 600 darabot, de... Azért az az egy, az nem mindegy. Ja, Istenem. Ja, igen, ezt lehet majd lentről felhozni, ezt a liftet. majd itt lehet valahol felszedni azt a vicces sárkánypáncélt, amit mutattam. Mm-hmm.
Ojaj. A sárkány már erősen haldoklik, erősen halál közeli állapotban, és náluk egyébként az az érdekes, hogy ez a sárgás borítás az elvileg a húsuk. Hát az nem páncél. Az a húsuk. Múltkor megpróbált kirepülni a pályáról. Visszarángattam azzal, hogy kiléptem a főmenübe és visszaléptem. Nem tudtam mire vélni azt se. Remélem nem ismétlődik meg. Ha. Egész jó. Egész jól állok. Erőforrásokkal. Nem így terveztem, de... Így alakult. Ups. Na itt még... Egyszer se... Estem le, ezért... Úgy lett volna... Fasza, hogyha most sikerül. El kellett volna kapjalak falon keresztül. Oké, most már 9-es Somberstone-okat is lehet venni. Helyre állt a világrendje. Azt hiszem. Próbálom a Perryt ezen a srácon. Ugyanúgy lehet, mint egy sima Tree Sentinelt. Mondjuk nem így, de tudom, hogy lehet perrizni. Az, hogy lehet, meg az, hogy sikerülni is fog egyből, az egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem ugyanazt jelenti a kettő. Mondtam, hogy lehet. Nem, nincs elég idő a Perry után a Nihilre. Az kurva jó volt, hogy... Föl sem... Nincs volt időm fölkelni. Nem baj. Perry után nincs idő a Nihilre. Csak az érdekelt, hogy le lehet-e. És konkrétan egy ugyanolyan támadásat Perry-sztem le, mint amit a Tree Sentinel is csinál.
A Phase 2-ben mondjuk már nem vagyok annyira biztos, bár ott csak Lightning Buffot kap, tehát technikailag ugyanúgy kéne működnie. Menj ma a faszomba! Az ott mi volt? Raptor után. Biztos valami durvább kombó. Hát igen. Azzal nem lehet mit kezdeni. Counterelsz egy támadást a raptorral, jössz vissza a levegőből, de az ellenfél éppen egy hosszabb kombóban van. Igen. Csak ez lehetett. Veszélyes volt ott a végén. És akkor például itt lehet leugrani a... Itt lehet például leugrani azért a páncélér. Én felszedhetem azt is, mert kibaszottul viccesen néz ki. Ja igen, most tudom hívni ezt a liftet, mert így most konkrétan így fél úton vagyok. Nem, várjál már. Nem. Nem, ez idáig jön. Akkor most megcsinálom azt, hogy igen, ahol korábban ott a madaras részen, ahol ott bámészkodtam, akkor voltam fél úton. Most pedig lejöttem a legaljára. Ja, itt lesz. Aha. Ebben van Eleonora. Sokan azt mondják, hogy egyébként ez a csavaros szarva, ami a sisakon van, totál elcsúfítja az egész armort. Hát akkor ne hord a sisakot. Lehet ám azt kombinálni mással is. Például a... valami ronda ocsmánysággal, mint ez például szerintem tök jól mutatna. Vagy a Okina maszk, vagy ez. Vagy a Frenzy Duelisteknek a sisakja. Ott néznek még ki jól. De gyere faszikám! Na erre nem számítottam, hogy ez ilyen kurva egyszerű lesz. Az a Blasphemous Claw az jó lesz Maliket ellen. Határozottan. Nagyon-nagyon jó lesz. Amint megtalálom. Ja, jó, oké. Itt pedig... azt hiszem még egy legendás talizmán van. Oksa. Hát... és akkor igazából most már csak egy rakás boss maradt és kivittük a játékot lényegében. Ennyi. Ennyi a történet. Rania saw here if you should learn all trades. We both as such. I'd expect that. But I suppose. Ah,
The information you... A secret. You are a truth. I'll stay at the right. I must learn and sear it. How could I call myself? The pursuit of us, perhaps, is to say whether... What do you think? There are four. Nicola, his twin, Luna Prince, and Rani is so here. If you should, I'll trade you. We both as such. Na, Black Flame Protection. Kár, hogy felülír egy csomó más buffot. És akkor... Most már azt a... Kilences. Ja, azt szerintem kinyomhatom. Meg ebbe is kéne egy kilences. Na jó, kövi részben akkor boss parád és... Végig is vittük a játékot, legyen addig, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!